Portfolio Podcast Lab. Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist szeptember 19-én csütörtökön. A mai műsor első részében az amerikai Fed tegnapi 50 bázispontos kamatvágásával foglalkozunk. Valóban jól teljesít az amerikai gazdaság, de a fogyasztási adatokban sincsen semmi tragikus. Ugyanakkor, hogyha az ember elkezd egy kicsit beleásni magát a bugyrokba, akkor azért az látszódik, hogy például itt a fogyasztás tekintetében az amerikai háztartások vagyoni szempontból, hogyha besoroljuk őket, akkor vagyoni szempontból a felső 20%-a az, aki valójában költekezik. Senki más. A témáról Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében az Izrael és a Hezbollah között újfent kielesedett konfliktusról, valamint a régiós eszkaláció esélyeiről beszélünk majd. Itt lesz velünk Csicsman László egyetemi tanár, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 19-én. 4 év után először kamatot csökkentett a Fed. Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény 50 bázisponttal 4,75% és 5,25% közé csökkentette az irányadó rátát. A dinamikus vágás ellenére Jerome Powell Fed elnök meglehetősen pozitív hangot ütött meg az amerikai gazdaság kilátásaival kapcsolatban, de milyen folyamatok húzódnak a felszín alatt, és milyen implikációi lehetnek az amerikai kamatdöntésnek Európában és persze Magyarországon? Ezekről a témákról kérdezzük Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét, aki itt is van velünk. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük ott, hogy idén eddig kicsit tűnékenynek bizonyult az amerikai kamatvágási ciklus kezdete, ugye az év elejétől indulva egyre csak távolabbra tolódott a várva várt kamatcsökkentés, tegnap viszont ugye ez megtörtént, ráadásul az elemzők által lehetségesnek tartott 25 és 50 bázispontos vágás közül a másodikat, tehát a nagyobb csökkentést választották. Eközben ugye meglehetősen erős képet kommunikál a Fed az amerikai gazdaságról, akkor eldőlt, hogy ilyen kényelmes soft landing szenárióval megyünk tovább? Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy valóban annyi minden várakozás volt, de talán valamiféle középutas végeredmény alakul ki az amerikai gazdaság tekintetében. Az amerikai gazdaság nem robog egy hatalmas recesszió felé, zámszabály ide vagy oda, ugye emlékeztetül, ez az a mutató, ami eddig, ha bejelzett, mert hogy a munkanélküliségi ráta 0,5%-ponttal megemelkedett az elmúlt 12 havi mélyponthoz képest, akkor az amerikai gazdaság recesszióban volt, most a szabályok meg azért vannak, hogy ezek a rekordok megdőljenek egyszer. Most úgy tűnik, hogy ez nem lesz igaz. Közben a különböző felmérések azok azt mutatják, hogy igen, lassul az amerikai gazdaság, de azért van még itt növekedési potenciál, és nyilván az a fajta álomszerű esemény, miszerint az óriási kamat emelések, azok semmit nem hattak az amerikai gazdaságra, és mindenféle gond nélkül növekszik tovább az amerikai gazdaság, azért ez sem tűnik valósnak. Úgyhogy igen, a kettő között tűnik a realitás most, tehát lesz valamiféle lassulás, de azért nem tragikus. Ugyanakkor azt nagyon fontos szerintem itt a Fed kommunikáció kapcsán kiemelni, hogy azért itt igen komoly várakozás menedzsment zajlik. Mit értek ez alatt? Ugye a piacok azok meglehetősen előre szaladtak. Már jó párszor, de most megint, és alapvetően azért volt olyan pont az elmúlt hetekben, amikor még idénre is további, tehát mondjuk úgy nem figyelembe véve, hogy most túl vagyunk ezen a szeptemberi kamatvágáson, tehát összességében legalább egy ilyen 100, akár 125 bázispontnyi kamatvágást is beárasztak, jövőre meg még többet, tehát azért nagyon extrém irányba el tudta tolni a piac ezeket a várakozásokat, és alapvetően most a Fednek az volt szerintem a feladat, és a Fed elnöknek az volt a feladata, hogy úgy vágjanak 50 bázispontot, hogy közben ezzel ne táplálják azt a fajta illúziót a piaci szereplőkben, a befektetőkben, hogy akkor innentől kezdve ez most az alapvetés, mindig 50 bázisponttal fognak vágni, és egy roham tempóban kell lazítani, mert mondjuk, nem tudom, recesszió felé robog az amerikai gazdaság. Nem véletlenül hangzott el nagyon sokszor a kommunikációban az, hogy alapvetően azért viszonylag szolidak az adatok, rendben van minden, és ez inkább egyfajta védőháló, hogy
hogy azért a munkaerőpiacon van gyengülés, de biztos, hogy biztos inkább most vágunk egy nagyobbat, hogy aztán ne kelljen később kapkodni. Úgyhogy szerintem itt ez erről szólt, hogy megpróbálták a piacokat valamiféle normalitás felé terelni, hogy tényleg ne legyen annyira extrém itt az amerikai kamatpálya várakozás. Milyen következményei lehetnek a döntésnek Európára nézve? Ugye az Európai Központi Bank a szeptemberi kamat döntőülésén 25 bázispontot vágott ismét, és alapvetően a kommunikáció az nem tűnt úgy, mintha szemükkel csak és kizárólag az amerikai jegybankot figyelnék. Hát alapvetően nem is kellene feltétlenül ezt tenniük, úgyhogy ebből a szempontból mindenki a saját házatáján söpröget, és azt nézi az Európai Központi Bank, hogy mi történik a növekedési pályával, mi történik az inflációval. És az a helyzet, hogy azért az infláció tekintetében, bár maga a fő mutató az jól néz ki, azért a szolgáltatási infláció mindig bőven 4% felett alakul. Azért az nem túl biztató, úgyhogy itt mindenképpen óvatos duhajnak kellene lennie az Európai Központi Banknak. És bár ők most azt mondják, hogy az infláció belátható időn belül visszatér a 2%-os célszintre, hát hogy is fogalmaznak, az elmúlt pár évben az Európai Központi Bank inflációs előrejelzései hagytak némi kívánnivalót maguk után, nem éppen ők voltak a legélesebb kés a fiókban, fogalmazunk így. És azért nyilvánvalóan most nem bíznak annyira még mindig az előrejelzésben, valamennyivel már jobb a helyzet, de azért ők fenntartják a tévedés jogát. Tehát azt mondják, hogy igen, kellene kamatvágások, de azért ne rohanjunk annyira előre. Ugye a piac már beárazta októberre is a kamatvágás valószínűségét, de az Európai Központi Bank, aki megszorulok, abszolút ezt úgy visszatolják. Tehát önmagában az, hogy a Fed most vágott egy nagyobbat, én azt gondolom, hogy ez egy jottányit sem befolyásolja az Európai Központi Bank döntéshozatalát. Ők sokkal inkább tartanak az inflációs profiltól, és nézegetik nyilván közben a nagyon gyenge növekedési adatokat, és valószínűleg inkább, ha valamikor, akkor jövőre gyorsíthatja be az Európai Központi Bank is a kamatvágási tempót, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy csak negyedévente egyszer vágnak, hanem sűrűbben, vagy akár azt is jelenthet, hogy maradnak a negyedéves kamatvágásoknál, csak éppen nagyobb tempóban, tehát nem 25, hanem akár 50 bázisponttal is vághatnak, de nyilván ez azt kell, hogy biztosak legyenek abban, hogy a bérnövekedés az lassul, a szolgáltatási infláció lassul, és bizony a növekedés makacsul nem akar fölfelé kunkorodni, úgyhogy mi egyelőre most azt mondjuk, hogy itt jövőre lesz inkább tempógyorsítás, de ez alapvetően nem a Fed kamatpályájának a függvénye. És ez minek köszönhető, hogy a forint az ugye viszonylag nyugodtan reagált a Fed kamat döntésének a hírére, ugye azért a Magyar Nemzeti Bank a saját kamat döntéseinél rendszeresen hangsúlyozza, hogy a globális monetáris kondíciókat, azokat figyelembe veszi a döntéseinél, tehát az 50 bázispontos, tehát viszonylag nagy kamatvágás az Egyesült Államokban, az a Magyar Monetáris Tanácsban is beindíthatja egyesek fantáziáját. Ugye itt két tényező van. Az egyik az alapvetően az, hogy nem csak a forint, de nagyjából a komplett régiós devizapiac, az nagyjából állva nézte végig ezt az egészet, nem nagyon mozdult semmi, mert hogy, amit mondtam is, be volt árazva. Ugye bármennyire is érdekes, valahogy az amerikai elemzők nagy többsége elfelejtette azt a jó kis magyar közmondást, persze nyilván nem is ismerik, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Márpedig amikor az amerikai jegybanki döntés előtt pár nappal egy volt New Yorki régiós jegybank vezető két napon keresztül is nyíltan arról kommunikál, hogy itt az 50 bázispont az mennyire egy valószínű forgatókönyv, tehát én azt gondolom, hogy ennél tisztábban és érthetőbben bújtatott kommunikációt folytatni nem lehet. Tehát valami miatt az elemzők ezt ignorálták, szemben a piaccal a piac beárazta szépen, és úgy mentünk neki ennek a kamatvágásnak, hogy nagyjából 70-75%-ban beárazta a piac. Na, akkor innen már meg is láthatjuk, hogy mi is érthetjük, hogy miért nem reagált agresszívabban mondjuk a devizapiac, vagy a dollár miért nem kezdett el masszívabban gyengülni, mert hogy a nap végén befektető oldalról az történt, amit nagyjából be is árasztak, sőt, ugye a Fed közben igyekezett hűteni a kamatvágási kedélyeket, szóval nagyon szépen lemenedzselték ezt a szokatlan méretű kamatvágást úgy, hogy közben ne álljon fejre az egész piac. Viszont, ami kifejezetten forint szempontból érdekes, és valóban, amit te is mondtál, ez a kettes témakör, hogy valóban
A Magyar Nemzeti Bank azért nagyon figyeli a Fedet, az Európai Központi Bankot, de azért ez sem arról szól, hogy ha a Fed most nagyobbat vág, akkor most a Magyar Nemzeti Bank is valami extrém dologra készül. Itt egész egyszerűen inkább a kockázati környezetre való hatásról van szó. Tehát nyilván a Fed döntése befolyásolja a dollár, befolyásolja a nemzetközi kötvényhozamokat, és ezen keresztül befolyásolhatja a magyar eszközárakat is, és nyilván itt tudja valamennyire szűkíteni vagy tágítani a Magyar Nemzeti Bank mozgásterét. És az a helyzet, mivel megint csak a piac nagyjából beáraszta ezt az egészet, és közben azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank szeptemberben, tehát gyakorlatilag a következő keddi kamatdöntő ülésén dönteni fog egy 25 bázispontos kamatvágásra, tehát ez nagyjából, én azt gondolom, hogy 90%-ban biztosra vette a piac. Innentől kezdve erre megint csak nem volt érdemes reagálni forint oldalról, mert hogy nagyjából eddig is azt láttuk, hogy erre abszolút megvan a mozgástér, gyengék a növekedési adatok, a vártnál alacsonyabban alakult az infláció, a globális kockázati környezet is kifejezetten kedvező, tehát a forint nem 400 fölött van, hanem viszonylag kulturáltan belagadt a 3,94-es szintek környékére, úgyhogy nagyjából már eddig is borítékolható volt, és most a Fed döntésével ez biztossá vált, de erre már nem gyengült tovább a forint, hát erősödni meg minek, hiszen hogyha itt kamatvágást várunk, akkor aztán pláne erre a piac nem fog érdemben reagálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jelen pillanatban kivárás van, és szerintem a forint sorsát majd a novemberi Fed kamat döntés, sőt, még inkább azt mondom, hogy a novemberi amerikai elnökválasztás döntheti el, ugyanis az bizony nagyon komolyan befolyásolhatja majd a piac kockázat kerülését, illetve a kockázat viselési magatartását, meg a dollár árfolyamát is, és hát ezen keresztül pedig nyilván minden változhat. Úgyhogy én inkább ezt a novemberi kamat döntést, a novemberi elnökválasztást figyelném, mint a forint szempontjából, meg akár a Magyar Nemzeti Bank szempontjából egy nagyon-nagyon fontos következő mérföldkövet. Hamarosan kérdeznélek is az elnökválasztás és a tegnapi Fed kamat döntés potenciális összefüggéseiről, de előbb még beszéljünk arról, hogy szerinted miért ennyire ellenálló az USA gazdasága, hogy egy ilyen agresszív monetáris szigorítási ciklust ilyen jó állapotban tud átvészelni? Igazán, én azt gondolom, hogy fals képet látunk az amerikai gazdaságról. Kicsikét ilyen illuzórikus ez a növekedés. Mert hogy valóban jól teljesít az amerikai gazdaság, például a fogyasztási adatokban sincsen semmi tragikus, ugyanakkor, hogyha az ember elkezd egy kicsikét beleást magát a bugyrokba, akkor azért az látszódik, hogy például itt a fogyasztás tekintetében az amerikai háztartások vagyoni szempontból, ha besoroljuk őket, akkor vagyoni szempontból a felső 20%-a az, aki valójában költekezik. Senki más. Tehát egészen addig, amíg viszonylag jól mennek a tőzsdék, az eszközárak emelkednek, ezek az emberek, ezek a háztartások bőszen költekeznek. Közben az alsó 50% esetében egyre durvábban nőnek a hiteltartozások, egyre nagyobbak ezek a nem teljesítő hitelráták, ami mindenképpen már egy problémát jelent az amerikai gazdaság számára. Tehát ezért a felszín alatt nagyon-nagyon sok olyan feszültség húzódik meg, ami mondjuk egy-egy fő mutatószámból nem feltétlenül derül ki. És aztán könnyű elképzelni, mi történik akkor, hogy egyszer csak lefordulnak a tőzsdék, ez a leggazdagabb 20% is abba hagyja a költekezést, na akkor lesz igazán baj van az amerikai gazdaság. De valóban azért azt fontos tudnunk, és egy nagyon nagy jelentés az európai piachoz képest, hogy Amerikában nagyon magas a fix hitelek aránya, a fix jelzálog hitelek aránya, szemben mondjuk az európai gazdasággal, ahol alapvetően változó kamatozású hitelekben ülnek a háztartások és a vállalatok. Tehát sokkal lassabban és sokkal kisebb mértékben üti meg a kamat emelés az amerikai gazdaságot, szemben mondjuk az európai gazdasággal. Úgyhogy igazániból ez magyarázza azt, hogy miért nem látjuk igazán az amerikai gazdaságot megrogyni a magasabb kamatok alatt. És akkor te az imént említett, ilyen polarizáltsággal tudod feloldani azt a látszólagos ellentmondást is, amit az amerikai gazdaság főbb számai és Biden elnök támogatottsága között láthatunk? Igen, hogyha megnézzük a régiós adatokat, akkor azt látjuk, hogy klasszikusan a nehezebb helyzetben levő gazdasági régiók, ugye a Rust Belt, ez a rozsda övezet, vagy rozsda öv, ugye itt például Pennsylvania, Georgia, nem is tudom még hány tagállam tartozik ide bele. Most ezeken a területeken
Ugye alapvetően átlag-átlag alatti keresetű emberek élnek, ők azok, akik a feldolgozóiparból élnének, a nehéziparból, ott nagyon-nagyon nem megy jól sem a gazdaság, sem a bérnövekedés, a munkanélküliségi mutatók sem olyan szépek. Tehát alapvetően pont az a réteg, aki az alsó 50%-ba tartozik, ők azok, akik valójában azt a visszajelzést adják, hogy valami nem oké az amerikai gazdaságban, és igazániból pontosan az lehet egyébként a demokratáknak a nagy szerencséje, vagy akár azt is mondom, hogy fegyvere, hogy az amerikaiak többsége Bidenhez köti az ő személyes szerencsétlenségét, azt, hogy neki nem megy jól, ugye ő nem tud többet keresni, nem talál munkát, nem olyan munkát talál, stb., és nem feltétlenül a demokraták politikájához, vagy gazdaságpolitikájához. Tehát így, hogy egy új jelölt van, és nem Biden újrázik, sokkal egyszerűbb eltávolítani Kamala Harris-t attól, hogy egyébként itt ami probléma, gazdasági probléma esetleg a felszín alatt van, hát az alapján Biden hibája, és nem pedig a demokratáké. Tehát ezzel is egy kicsikét azért én azt gondolom, hogy a demokraták nyertek, hogy végül nem Biden újrázik, de hát azért itt novemberi még nagyon-nagyon sok minden változhat, és hát a piacok is előre láthatóan nagyon-nagyon idegesek lesznek, hiszen nagyon sok minden múlik azon gazdaságilag, és főleg a költségvetési politikában, hogy vajon Harris vagy Trump lesz a következő elnök, és hogy milyen felosztású lesz majd az alsó és felső ház az Egyesült Államokban. Szóval nagyon-nagyon komoly kérdések előtt állunk, és ez tényleg akár kulcsfontosságú lehet itt a régiós jegybankok számára is, mert akár előfordulhat az is, hogy pillanatok alatt becsukódik a kapu bármiféle további lazítási szándék előtt, hogyha mondjuk elpattannak az amerikai hozamok fölfelé, elkezd erősödni a dollár, mert beindul az inflációs félelem, beindul az államadósság fenntarthatatlanságától való félelem, akkor itt nagyon gyorsan tud változni a piaci környezet. Úgyhogy én azt mondom, hogy van most egy nagyjából nyugalmas egy hónapunk, talán másfél, és utána jön az igazi ereszten a hajamat. Utolsó kérdésem, hogy kit támogathat a mostani kamatdöntés, kinek jöhet jobban, Harrisnek vagy Trumpnak? Pont Trump részéről az egyik legnagyobb vád, hogy itt az amerikai jegybank nem független, mert a kamatvágással éppen a demokratákat támogatja, és hogy azért várta ki, és azért csinálják most ezt, hogy ez is ellene szóljon. Csak hogy ne feledjük, ahogy a kamat emeléseknél is elmondtam, hogy ezt nagyon lassan és nagyon hosszú átmenettel hat a gazdaságra, hiszen rengetegen fix kamatozású hitelben ülnek, ez a kamatvágás esetén ugyanúgy érvényes megállapítás. Tehát azért, mert most a Fed vágja a kamatokat, ebből a reálgazdaság rövid távon semmit nem fog érezni, ami azt jelenti, hogy jó esetben majd lehet, hogy 1-2-3 év múlva lesz ennek érdemi hatása a reálgazdaságra, a háztartások életére. Tehát ebből a szempontból én azt mondanám, hogy nem szabadna, hogy ez bárkit is támogasson, vagy éppen bárki ellen szóljon. Nyilván ez megint politikai kampány téma lesz, de alapvetően nem gondolom, hogy a Fed az bármilyen szempontból figyelembe kellene, hogy vegye a politikai ciklus változását. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. Az elmúlt percekben Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője volt a Checklist vendége. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok! Furcsa történésekkel folytatódott Izrael és a libanoni Hezbollah konfliktusa. Kedden előbb a síita szervezet csipogói, szerdán pedig más kommunikációs berendezései robbantak fel egymással párhuzamosan. Szakértők természetesen Izraelt sejtik a támadás mögött, és a New York Times értesülései szerint az izraeli titkosszolgálat egy magyar fedőcéget is felhasználhatott abban a tranzakcióban, melynek keretében elektronikai eszközöket adott el a zsidó állammal ellenséges Hezbollahnak, bennük a most felrobbantott robbanószerrel. A témával kapcsolatban itt van velünk Csicsman László, egyetemi tanár, közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Első kérdésem, hogy röviden be tudja mutatni a Hezbollahot, mint szervezetet, mit kell róla leginkább tudni, és hova eredeztethető a szervezet konfliktusa Izraellel? Hát maga a Hezbollah, mint nem állami szereplő, 1982-ben jött létre Iránnak az ideológiai és pénzügyi támogatásával Libanon déli részén, elsősorban a síták lakta területeken. Tehát alapvetően ez egy síta szervezet, egyben fegyveres szervezet és egy politikai szervezet is,
amely kezdettől fogva, ugye az akkori izraeli-libanoni háború során ellenállást hirdetett Izraellel szemben, és azt lehet mondani, hogy ez a fajta konfliktus ez azóta fennáll, külön néha szintet lép, néha kisebb mértékű, és hát rendszeresek a határon átnyúló események. A legutóbbi nagyobb háborúra az állam és a szervezet között 2006-ban került sor, amikor is Izrael úgy látta, hogy egy kétfrontos háború közeledik délről, akkor ugye a Hamasz éppen választásokat nyert a palesztin területeken, és északról a Hezbollah, és hát Izrael megpróbálta megsemmisíteni a Hezbollahnak az infrastruktúráját, de ez nem igazán sikerült, hát 2006 óta a Hezbollah kvázi újraerőre kapott, és hát mintegy 150-200 ezer rakétával rendelkezik. Látjuk azt, hogy október 7-e után nem csak egy gázai front nyílt, hanem egy északi front is, tehát itt kvázi alacsony intenzitású konfliktus játszódik le, amely hát nagyon könnyen kiszélesedhet, mint ahogy azt látjuk most a napokban. Erről kérdezném is hamarosan, de előbb beszéljünk arról, hogy ahogy említette, a Hezbollah egy síita szervezet, a Hamász pedig szunita szervezet, és ugye erről a két irányzatáról az iszlámnak azért nem a békés együttélés az első dolog, ami eszünkbe jut. Miért kerültek ezek mégis egy platformra, ezek a szervezetek? Hát valóban van egy síta szunita ellentét a Közel-Keleten, és árásít kimondottan, hogy iszlamista szervezetekről beszélünk, hát lényegében reálpolitikai okokból, tehát Irán megpróbálja ezeket a szervezeteket összefogni, és kimondottan itt az Izraellel szembeni ellenállás, hogy az Irán által alkotott szövetséget vagy együttműködést az ellenállás tengelyének, frontjának hívják, és hát ennek bizony a Hamasz is a részese. Tehát van egy együttműködés a két szervezet között, amelyben nyilván az elmúlt évtizedekben azt lehet mondani, hogy Irán közvetített, de hozzá kell tenni rögtön, hogy azért ezek a szervezetek önállóan is működnek már, és a döntéseiket azért nem teljesen koordinálják Iránnal. A Hezbollah az egyben egy politikai szereplő is a libanoni belpolitikában, több minisztert is adott a különféle libanoni kormányoknak, tehát messze túlmutat azon, hogy csak egy fegyveres szervezetről beszéljünk. Október 8 óta, ugye, ahogy ön is említette, fokozódott Hezbollah és Izraelnek a konfliktusa. Itt mi lehet a Hezbollah pontos célja? Mit szeretnének elérni ezzel? Ugye, ahogy ön is említette, Izrael északi részén egy ilyen alacsony intenzitású háború folyik a gázai háborúval párhuzamosan, és ugye Izraelben kb. 80 ezer, Libanonban pedig olyan 100 ezer civilt kellett kiköltöztetni a régiókból. Igen, azt lehet mondani, hogy hát a Hezbollahnak az a célja, hogy ez a fajta nyomás sem maradjon a északi határon, de azt a Hezbollahnak a szellemi vezetője, Hassan Nasrallah több beszédében utalt rá, hogy nem szeretnének egy 2006-os teljes frontos háborút előidézni Izraellel. Tehát én azt gondolom, hogy ez a korábbi beszédekből is nyilvánvalóvá vált, mert ez a fajta eszkaláció igazából nem érdeke a szervezetnek. Libanon ma teljesen más, mint 2006-ban volt. 2006-ban a Hezbollahnak érdeke volt ez a fajta konfliktus, hogy politikai céljait megvalósítsa. Na most például egy olyan gazdasági összeomlás szélén áll az ország, Libanon, hogy a Hezbollah kifejezetten rosszul jön neki bármilyen komolyabb konfliktusból. Azt azonban ugye Nasrallah több beszédében is elmondta, hogy ha bármilyen támadás érkezik Izrael irányából, akkor meg fogják védeni magukat, és így az elmúlt hetekben több ilyen eseményre is sor került. Térjünk rá akkor a keddi, illetve a szerdai eseményekre. Hogy értékeli ezt az Izraelnek tulajdonított akciósorozatot? Ez inkább az izraeli belpolitikának szól, ugye azért Izraelben nagyon sok feszültség van október 7 óta, de tulajdonképpen már az azt megelőző fél éve, egy évben is nagyon sok belpolitikai feszültség sújtotta az országot, vagy pedig a Hezbollahnak lehet ez valamilyen szintű üzenet? Én azt gondolom, mind a kettő. Tehát egyrészt nagyon fontos az októberi események után, hogy az izraeli titkosszolgálatnak a reputációját helyreállítani. És azért most az elmúlt hetekben több olyan eseményt is láttunk, különösen kiemelném július utolsó napján a
Teheránban, ugye Irán fővárosában a Hamas vezetőjének a likvidálását, amely kifejezetten az izraeli titkosszolgálatnak a hát sikere, hogy így mondjam, és azt gondolom ez a mostani is ilyen, ugye ezeket a személyhívókat éppen azért használták Libanonban, ezek ugye azért nem egy hát technológiailag a legfejlettebb készülékek, ugye emlékszünk rá, ezeket a mobiltelefon előtt használták, elsősorban ugye orvosok a kórházakban, és ugye azért használták, hogy hát kvázi biztonsági okokból mondván, hogy az izraeli titkosszolgálat minden lehallgat, és hogy a mobiltelefonokat kikerüljék, és hát rámutat arra, hogy azért itt van egy belső probléma, tehát hogy biztonsági rések vannak a Hezbollah rendszerén. Másrészt pedig nyilvánvalóan ez egy üzenet, amely azt is mutatja, hogy az izraeli fegyveres erők, védelmi erők felkészültek arra, hogy esetlegesen az északi fronton megoldják a helyzetet. Tehát Izrael többször, ha úgy tetszik, provokálta is a Hezbollahot, abból a szempontból, hogy hát valamilyen korlátozott háborúval vagy katonai konfliktussal lehetne visszaállítani a biztonságot az ország északi részén. Ugye Izraelnek, ahogy említettük is, az a legfőbb problémája, hogy az itt élő 80 ezer embert azért most már eltelt több mint fél esztendő, vissza kellene telepíteni, és hogy rendszeresen jönnek a támadások. Itt mindenképpen ki kell emelni azért egy eseményt, hogy a Hezbollah általában katonai célpontokat támadott Izrael területén, azonban ugye július utolsó napjaiban rakéták hullottak le az Izrael által anektált Golán fennsíkon, ahol ez a Majdal Shams nevű faluban 12 kiskorút lényegében megöltek ezek a rakéták, tehát civil embereket, és ezt Izrael úgy értelmezte, hogy itt a Hezbollahnak a stratégiája szintet lépett. A Hezbollah tagadta ezt az eseményt, ugye erre válaszként Izrael néhány nappal később likvidálta a Hezbollah egy magasrangú vezetőjét, katonai vezetőjét, akit felelősnek tartott ezért az eseményért, és hát erre válaszként ugye majd később a Hezbollah pedig rakéta esőt zúdított Izrael területére augusztus második felében. Tehát itt azért július vége óta van egyfajta eszkalációs hullám, és az izraeli védelmi miniszter többször is elmondta, hogy hát szép lassan a front az Gázából az északi irányba helyeződik át. Ahogy ugye említette, Nasrallah, a Hezbollah vezetője többször jelezte, hogy a Hezbollah nem érdekelt a konfliktus kiszélesítésében, de mi mondható el Izraelről, ugye, ahogy ön is említette, az ország célja, hogy az északi régiói újra lakhatóvá váljanak, elkerülhetetlennek tűnik egy valamilyen szintű nagyobb konfliktus a Hezbollahkal, hogy visszaállítsa azt az egyensúlyt, ami azért 2006 óta gyakorlatilag elég csendessé tette Izrael északi határát. Igen, nyilván Izraelnek az a célja, hogy az elrettentő erejét is helyreállítsa, és hogy megálljon ez a fajta határon átnyúló tevékenység. Ugye Hezbollah arra hivatkozik, ha gázai tűzszünet lesz, akkor lényegében leállítják a rakéta támadásokat. Tehát ezt látjuk, hogy ennek az esélyei azért igazából nem túl magasak, hiszen az elmúlt hetekben már több tárgyalási fordulóba sikerült ezt elérni. Azt gondolom, hogy kockázatos Izrael számára a Hezbollahkal háborút indítani, tehát Izrael sem érdekelt véleményem szerint egy totális háborúban. Ahogy említettem, azért itt 200 ezer rakéta van, ezzel nagyon könnyen egy szabotázs akciót lehet indítani például az izraeli védelmi rendszerrel szemben. Bár tegyük hozzá, hogy amikor augusztusban érkeztek a rakéták a Hezbollah irányából, ugye akkor izraeli források szerint 300 rakétát és drónt lőttek ki Izrael területére, katonai célpontokat támadva. Hát ezeknek nagyjából nem volt komoly hatása, ugyanazt a hatást érték el, mint annó áprilisban az iráni rakéták és drónok. Ezeket könnyen megsemmisítették. Viszont hát ne felejtsük el, ha a szárazföldi akcióra is sor kerül, akkor ez egy teljesen más helyzet. Izraelnek újra mozgósítania kell,
az északi határ irányába, és hát ott egy olyan fronttal néz szemben, ami hát Gázánál is sokkal bonyolultabb, és hát csak emlékeztetnék a 2006-os háborúra, amit maguk az izraeli katonai szakértők sem túl pozitívan tekintenek, hiszen a politikai célokat sem sikerült elérni, a Hezbollah kvázi erősebbé vált politikailag Dél-Libanon területén, és hát ugye ott van a háttérben Irán. Ha egy esetleges közvetlen támadás bekövetkezne Izrael részéről, az biztos egy új helyzetet teremt a Közel-Keleten, és miközben Irán sem szeretne azt gondolom egy közvetlen háborúba kerülni Izraellel, de vannak olyan vörös vonalak, amelyek hát könnyen eszkalálhatják ezt a közel-keleti helyzetet. Tehát én azt gondolom, hogy az izraeli titkosszolgálat jelenleg üzeneteket próbál küldeni a Hezbollah irányába, hogy hagyják abba ezt a határon átnyúló izraeli szuverenitás megsértő tevékenységüket, mert akkor hát egy komolyabb háborúval néznek szembe, és hát azt gondolom jelenleg így próbálják kezelni ezt a helyzetet, és nyilván aztán meglátjuk, hogy mi lesz az elkövetkezendő hetekben. Utolsó kérdésem, hogy ugye, ahogy a felvezetőben említettem, a New York Times szerint az izraeli titkosszolgálat egy magyar fedőcéget is felhasznált, amikor hát nem teljesen egyértelmű, hogy most gyártott, vagy valahogy közvetített ilyen csipogókat a Hezbollah számára. Ez többé teheti-e Magyarországot ebben a konfliktusban, mint egy ilyen epizód szereplő, szóval van-e valamilyen kockázat ezzel kapcsolatban? Hát azóta ugye több információt látunk a sajtóban, hogy alapvetően Bulgáriába gyártották ezt a személyhívót, vagy csipogót, és onnan jutottak el. Igazából csak egy közvetítő volt a magyar cég, és ugye tegnap a magyar kormány is kiadott egy nyilatkozatot, hogy ezt nem is tekinti nemzetbiztonsági kérdésnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy összességében nem változtat a helyzeten. Nem gondolom, hogy ebben az értelemben Magyarország érintetlenne. Tehát én nem látom ebből a szempontból. Sokkal inkább arra az általános kérdésre világít rá, hogy hát itt a globális ellátási láncokban bizony lehetnek ilyen biztonsági jellegű kérdések, tehát a világkereskedelem szempontjából, hogy bekerülhetnek robbanóanyagok, és hát nyilván ez egy titkosszolgálati tevékenység, de ez felvet azért bizonyos kérdéseket. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk a műsorban, és segített elemezni a helyzetet. Az elmúlt percekben Csicsman László egyetemi tanár, Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója volt a Checklist vendége. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen én is a meghívást. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!